2016-ban a 2015-ös adatokhoz képest kedvező változás következett be a balesetek tekintetében. Emelte ki a hétfői gyulai sajtótájékoztatón Pelleg József, a Békés megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője. A személyi sérüléssel járó esetek száma tavaly 609-ről 555-re mérséklődött, de valamennyi kategóriában csökkenés volt tapasztalható. Ez a trend leginkább a halálos baleseteknél volt érezhető, ezek száma 21-ről 15-re csökkent. A második legjelentősebb számban résztvevő okozói kör az a kerékpáros, amely Békés-megyében az országos adatokhoz képest is magasabb arányban van jelen. Én úgy gondolom, hogy a megelőzés és a rendőri ellenőrzés következetes végzése abban az irányban kell, hogy elmozdítsa a kerékpárosokat, hogy a szabályosabb közlekedés szem előtt tartása mellett vegyenek részt a forgalomban. Nagyon lényeges kihangsúlyozni, hogy a kerékpárt éjszaka és korlátozási viszonyok között ki kell világítani, illetve lakóterületen kívüli útszakaszon mindezen túlmenően éjszaka és korlátozási viszonyok között a láthatósági mellény viselése is kötelező. Ez egy minimális, jelentéktelen összeggel rendelkező kiadás, amely viszont életeket menthet. A jogszabály a szeszes italfogyasztása aluli tilalomból kiemeli a kerékpárosokat mindaddig, amíg a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban maradnak. Az elmúlt évben 33 kerékpáros nem volt ilyen állapotban, amikor balesetet okozott. A személyi és gépjárművezetők esetében a sebességi szabályok be nem tartása okozza a legtöbb balesetet. Sebességet túl lehet lépni abszolút, illetve relatív módon is. Tehát vannak olyan időjárási, látási és útviszonyok, amikor az engedélyes sebességgel való közlekedés már balesetveszélyt jelent. Ékes példája ennek, amikor két héttel ezelőtt egy hajnali időszakban, kora reggeli időszakban az éjszakai csapadék egy része szakaszosan megfolyott az utakon, amikor 55 perc alatt 7 súlyos sérüléses baleset kellett, hogy helyszínenek a kollégáim. Ezen túlmenően nagyon fontos még az, hogy a biztonsági jog, amely a gépkocsának valamennyi ülése el van látva, azt megfelelő módon használják a járműben az utasok, mivel ez az eszköz az, ami jelentős mértékben csökkenti egy ráfutásos balesetnél, egy borulásos balesetnél a személyisérés bekövetkezésének a lehetőségét. Pelleg József hangsúlyozta, amíg a balesetek 99%-a emberi tényezőre vezethető vissza, addig van mit tenni a jobbítás érdekében. A rendőrség munkatársai fokozott ellenőrzéseket végeznek az utakon, illetve a baleset megelőzési tevékenységüket ezzel összhangban folytatják.